és történt, hogy egy embert temettek, és mikor meglátták a csapatokat, gyorsan oda tették azt az embert az Elizeus sírjába. De amint oda jutott és hozzáért az Elizeus tetemeihez, megelevenedett és lábaira állt. Kettő királyok 13.21 Feltámadás a halálból Valamivel azután, hogy Elizeus prófétát eltemették, meghalt valaki. Ahogy az izraeliták egy csoportja a temetésre igyekezett a holttesttel, portyázó moabitákat pillantottak meg. Gyorsan kerestek egy helyet, ahová halottat letehetik meglátták Elizeus sírját, és Elizeus teste mellé helyezték a férfit. Amikor a halott férfi teste Elizeus csontjaihoz ért, megelevenedett. Feltámadt a halálból. Bár Elizeus teste már enyészetnek indult, elég erő, elég megmaradt kenet volt a csontjaiban ahhoz, hogy feltámasszon egy embert a halálból. Néhányan azt kérdezik, ez az erő miért nem támasztotta fel Elizeust is? Megfigyelted már a Bibliában, hogy idős emberek sosem támadtak fel? Mindig gyerekek, fiatalok vagy középkorúak támadtak fel. Miért? Mert ők még nem élték le a teljes életüket. Elizeus leélte az életét, ez a bizonyos halott férfi azonban még nem volt öreg. Idő előtt halt meg. Isten nem ígért nekünk olyat, hogy örökké fogunk élni a földön. Ő azt ígérte, napjaid számát teljessé teszem. 2. Mózes 23-26 Megvallás Isten azt ígérte, hogy betegség nélkül élhetem az életemet a földön. Hálát adok Istennek az ő gyógyító erejéért, a testi egészségért és a gyógyulásért.